Az idén a Szabadkai község területén 3740 hektár állami földre licitálhatnak a gazdák. Az első körre december 11-től 13-áig kerül sor, és kateszteri községenként előre meghatározott napon és időpontban. Azoknak, akiket érdekel, mit kell tudniuk az árveléssel kapcsolatban? Az árveléssel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy az eddigi egy év helyett most 10 évre tudják bérbe venni az állami földterületeket. Ez idáig az egyéves bérvétel azért nem volt jó, mert a növényápolást és a tápanyag utánpótlást a gazdák nem úgy végezték el, mint hogyha saját parcellájukról lenne szó. Ez a 10 éves futamidő remélhetőleg majd megjavítja a helyzetet. A gazdáknak mit kell átadniuk az árveréshez szükséges dokumentációból, illetve hol lehet ezeket a papírokat átadni? Ahhoz, hogy valaki részt vehessen az árverésen, a második emeleten, a Városháza második emeletén lévő 200-as irodában a következő okmányokat kell a gazdáknak mellékelni. A földügyi hivatalból egy vagyonjogi igazolást arról, hogy legalább fél hektár saját földterülettel rendelkezik az adott kateszteri községben, akkor az állami számvevőszékről, széktől, illetve Trezor, jobban ismerik a gazdák, egy igazolást kell kérniük arról, hogy a bejegyzett gazdaságuk legalább 3 éve folyamatosan aktív státuszban van, illetve a belügyi szervektől egy tartózkodási helyről szóló bizonylatot kell mellékelniük, amely azt bizonyítja, hogy legalább 3 éve folyamatosan az adott kataszteri községhez tartozó településen lakik. Miután a gazdák ezt beszerezték, akkor a mezőgazdasági titkárságon kell, hogy ellenőriztessék ezt az adatokat, egy jelentkezési űrlapot kell kitölteniük, amelyen feltüntetik az árverési egységeket, amelyekre szándékoznak licitálni, illetve a befizetett letétről szóló számlát, vagy számlákat, és ezt átadják az iktatóba. Minden árverési egységre az illetékes minisztérium meghatározza a kikiáltási árat, és az árverés előtt 20%-át kell, hogy befizesse a licitáló. Az árverésen természetesen meg is gondolhatja magát, és akkor abban az esetben az összeg vissza lesz juttatva a megjelölt számlára. Mivel hogy ez a letétbe helyezett összeg, ugye ez 10 évre kell, hogy szóljon a licitációnak a témája, a gazdáknak azért valamiféle biztosítékot kell, hogy nyújtsanak a minisztérium felé, mivel hogy ez egy hosszabb időtartam, és a minisztérium kéri tőlük. És milyen feltételeket szab az állam a biztosítékkal kapcsolatban a gazdák számára? Most erre 3 mód van, hogy miféleképpen tudják ezt megoldani. Az első mód például, hogy a banki biztosíték, illetve banki garancia. Minden ügyviteli bank ilyent szokott csinálni, és ez nem olcsó, és gyakran jelzálogot is kérnek a termelőktől. Hát arról nem is beszélve, hogy a gazdák általános eladósodása miatt erre nem nagy esély van. Akkor a második mód, hogy biztosítékot nyújtsanak az államnak, jogi személy vagy vállalat kezessége. A vállalatnak a forgalma 10-szerese kell, hogy legyen az összeg, amire a kezességet vállalja. Ez azért nem kedvező a gazdáknak, mert függőségi viszony alakulhat ki a kereskedő és a gazda között. Például vannak olyan javak, amelyeket kötelezően meg kell, hogy vásároljanak attól a cégtől, amely vállalta a kezességet. Illetve a harmadik járható út a 2 bérleti díj egyszerre történő befizetése, az első és az utolsó év bérletét jelenti. Talán ez tűnik a legjárhatóbb útnak, és egy kicsit ugye a gazdáknak ez soknak tűnik, de viszont ez a legtisztább dolog, amit bírnak tenni a licitációval kapcsolatban.
Önöknek közvetlen kapcsolatuk van a gazdákkal, vajon hogyan reagáltak erre a háromféle lehetőségre? Mi a véleményük? A kérdésre a választ Vitkovics Alexandertől, a Szabadkai Városi Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkárától várjuk. Azt kell, hogy mondjam, mielőtt még válaszolnék erre a kérdésre, hogy a 10 éves futamidő, amelyre bérelhetik az állami földeket, voltak olyan gazdák, akiket megrémített és elgondolkodtak, hiszen a terepet járva azt tapasztaltuk, hogy elég sok az idős gazdaság és az idős gazda, aki már bizony 5-10 évben már nem igazán tud gondolkodni, és akkor feltették nekünk azt a prózai kérdést, mi van akkor, ha, és azt mondtuk, hogy ki lehet licitálni, illetve hogyha állattenyésztő, tehát elsőbségi jogon kapta meg, ugyancsak, hogyha szarvasmarha tenyésztő, akkor 10 évre az állami földet. Nem kell, hogy izguljon, hiszen 10 évet még egy fiatal sem tudhat előre, hogy mi fog történni, nem egy idősebb ember, illetve idősebb gazdaságot vezető személy. Ezért mondtuk, hogy bármi történik, ha nekünk időben jelentik, megszűnik a jogviszony az állam és a bérlő között, azzal, hogy ott van az utolsó részlet, az az egyszerre befizetett két részlet, amellyel az állam bármikor, amikor megszakítja a szerződést, gyakorlatilag arányosan le tudja vonni a bérleti költséget, a maradékot viszont visszautalni a gazdának. Tehát ilyen szinten nem kell félni a gazdáknak. Viszont ugye mielőtt még a licitációra került volna a sor, mi jártuk a helyi közösségeket, és meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy iszonyúan nagy az érdeklődés az állami földek iránt, főleg most, hogy 10 évre lehet licitálni, annál is inkább, mivel most már az emberek tudnak jó gazda módjára bánni a földdel, tehát tudnak tervezni, tudnak vetésforgót beállítani, tudnak szerves, szervetlen trágyákat kijuttatni megfelelő mennyiségbe, tehát gyakorlatilag integrálni tudják a saját gazdaságukba az állami parcellákat is, és nem riasztotta meg őket a 10 év. És a föltételek megszabása, tehát ezek a biztosítékok? Akik részt vesznek, ezt is tapasztaljuk. A banki garanciát azt hiszem, hogy nem is hozott nekünk senki. Olyan már megtörtént, hogy jogi személy vállalta a kezességet. Mondjuk szövetkezett terményfelvásárló vállalta a kezességet. Ez egy kicsit ritkábban, de azért alkalmazott módszer, illetve alkalmazott lehetőség, és leggyakrabban a termelők, főleg akik úgymond idézőjelben komoly játékosok, azoknak nem jelent különösebb gondot 50-60-70-80 ezer euró egyszeri kifizetése sem. Hiszen akinek a gazdaságán John Deere Class kombányok vannak, azoknak ez nem jelent különösebb gondot. Ugyanakkor az államnak mennyire éri meg 10 évre előre kiadni, úgymond bérbe adni a földeket, és nem változtatni például a bérleti díjon? Hogy alakul évek során a bérleti díj? Ugye említettük azt, hogy a bérleti díjat azt a minisztérium határozta meg. Az első és az utolsó évre befizetett bérleti díj az változatlan. Viszont a következő években a minisztérium változtathatja a bérleti feltételeket, legalábbis ami a bérleti díjat illeti. Na most itt az a kérdés, hogy a minisztériumban hogyan gondolkodnak, hogy ez a 10 évre való bérbeadás csak csali volt a gazdák számára, vagy pedig azt mondjuk, hogy rendben van, állami földet egyébként is nagyon el voltak hanyagolva, és nagyon nehéz rendbe hozni, akkor adunk egy kis lélegzetvételnyi időt a gazdáknak arra vonatkozóan, hogy ezeket az állami földeket 10 éven keresztül piaci ár alatt. Azért valljuk be, hogy azok az árak, amit a minisztérium meghatározott, mondjuk az a 20-21-2000 dinár a legjobb minőségű földér, az messze a piac ár alatt van, nem panaszkodhatnak a gazdák, és feltételezem, hogy egyik ok annak, hogy inkább az államnak fizetnek a gazdák, tehát az érdeklődők, mint sem, hogy valakitől béreljék a földet. Ugyanakkor, ha 10 év alatt a gazda nem az egészségi állapota és nem a kora miatt, hanem az ár miatt meggondolja magát, van rá lehetősége kilépni ebből a bérleti körből? Mint ahogy említettem, persze, hogy van erre mód. Egy a fontos,
hogy a termelő, aki az állami földet bérli, az időben szóljon. Ugyanez a lehetőség vonatkozik az állami földet bérbe vett, de licitáció útján bérbe vett föld tulajdonosokra, állami föld tulajdonosokra, és ugyanez vonatkozik, akik előnyjogba kapták. Abban az esetben, ha a mezőgazdasági felügyelőség terepet járva, vagy bejelentés alapján tetten éri a gazdát, hogy bérli a földet, miközben nincs meg a megfelelő jószágállománya, komoly szankciókra számíthat a termelő. Innentől kezdve passzív státus, pénzbüntetés, nem férhet hozzá semmilyen állami támogatásra már, ami a mezőgazdaságot illeti. Ez komoly hátrány. Azért mondom, hogy nem kell a termelőknek megijedniük, amikor úgy érzik, hogy nem tudják bizonyosoknál fogva folytatni ezt a jogviszonyt, akkor időben szignalizálják a titkárság irányába, a titkárság tudja a módszerét, hogy hogyan kell a minisztérium irányába kanalizálni a dolgokat, és akkor gyakorlatilag minden rendbe fog történni.